Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, ami itt látható. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi várható hétfőn. Itt ez a virágcsokor nagyon szép. Jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, egy kreatív tevékenységet, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Valami kellemes dolog közeledik hozzád a hétfői napon. Kedd. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik. Ezen a napon eléri a hold a lefele mozgó kármikus csomót Kétút. Kétúnál a múltról van szó és érzelmekről. Ez a múlt lehet az is, amit átéltél, vagy átéltetek a korábbi életetekben, hiszen itt kármikus témákról, emlékekről van szó. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya a keddi napra. Itt látható a kulcs. Ez jelentheti a te magabiztos fellépésedet, légy biztos a dolgodban. Ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit, például ha jönnek az emlékek, olyan régi témákat, ami a múltban kellemetlen volt. Ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új kaput, ezek a lehetőségek, vagy jelentheti a te nyitottságodat, esetleg az ő nyitottságát. Persze zárkózottságot is, attól függően, hogy milyen helyzetben vagy. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon találkozik a nap, Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó. Itt kiderül az igazság, lesznek komoly tárgyalások, beszélgetések, vannak tervek. A nap az jelentheti a kormányt is, és Merkur bolygó az lehet egy találkozás, vagy lehetnek komoly tervek, beszélgetések, és Szaturnusz bolygó az jelentheti a határt. Vagy Szaturnusz bolygó azt is jelentheti, hogy itt lesznek most korlátozások. És mi várható szerdán? Mit mutat a kártya? Itt a kígyó jelenthet változásokat, megújulásokat, vagy egészségügyi témákat, hiszen a kígyónál mindig van egy gyógyító erő is. A kígyó lehet egy hölgy is, aki közeledik hozzád, beszélni akar veled, ez lehet egy barátnő, ez lehet valaki a családból, de lehet egy kolléganő is. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt te vagy látható a képen, ha te egy hölgy vagy, te állsz a középpontban, te hozol itt döntéseket. Lehet, hogy nálad van ez a változás, ez a megújulás. Még egy pillanatra visszatérnék a szerdai napra, hiszen elfelejtettem mondani azt, hogy a hold Spica csillag hatása alatt van ezen a napon. És Spica csillag az a búza koszorút jelenti, tehát ha szerdán indítunk valamit, az termést hoz, gyümölcsözni fog, de kell ehhez még egy kis türelem. Tehát csütörtökön mi hölgyek állunk a középpontban, mások észrevesznek bennünket, megkapjuk az elismerést. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, van a gyűrű, ez jelenthet egy kapcsolatot, egy házassági ajánlatot. A gyűrű
azt is mutatja, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból, vagy jelentett bizonyos szerződéseket is, munkahelyi szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, itt látható a medve, megvan az élet erőd ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat. Ez az erő lehet a belső erő is, a hited. Vagy találkozol valakivel, és ez egy erős személyiség, akinek szava van. Előfordulhat az is, hogy valaki uralkodni akar feletted, és parancsolgat neked, ahol be kellene bizonyítani magadat. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Mi történik vasárnap? Szerencsét hoz ez a nap, hiszen látható a 4 levelű lóhere, ez lehet egy nyeremény is. Ezen a napon a hold egy összefüggésben áll Antares csillaggal. Antares besugározza a holdat ezen a napon. Antares az hasonló, mint Mars bolygó. De Antares az lehet az ellensége is. Mars bolygó tulajdonképpen Ares, a háborúk istene, a klasszikus görög mitológia szerint. És ez tény, hogy háború van, gondoljunk az ukrán-orosz háborúra, de nem csak ott háborúskodnak. Mivel itt megjelenik Áresznek az ellentéte, Antares, ez a csillag, ami szeretné azt elérni, hogy lezáruljon ez a helyzet, és béke legyen a Földön. És én ezt szépnek tartom, azt is jónak, hogyha sokan vagyunk, akik a békét szeretnék. A nyugalmat, a jólétet, a szeretetet, a békét és a hitet. A hitet a jó Istenben. És ez volt a heti jóslás. Örülnék, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Annak is örülök, ha meglátogatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok nektek egy gyönyörű hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera.